Egyre gyorsabb ütemben terjed a koronavírus járvány itthon. A legfrissebb hírek szerint egy nap alatt 39 el emelkedett a betegek száma Magyarországon. Így összesen már 447 embernél mutatták ki a kórokozót. Meghalt két újabb idős beteg, így a halálos áldozatok száma 15-re emelkedett. Az országos tiszti szerint sok új fertőzött várható, akár napokon belül tömegesség válhat itthon is a megbetegedések száma. Ezért mindenkinek egyre komolyabban kell venni az előírásokat. Titanilla, teljes. Szlávik János, most a vendégünk a Délpesti Centrum Kórház infektológus főorvosa. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Főorvos úr, mit lehet tudni az új fertőzöttökről és az új áldozatokról? Mindkét áldozat 90 év feletti idős, krónikusan beteg ember volt. Általában jellemző, hasonlóképpen, mint mindenhol a világon, hogy idősebb, egyéb krónikus betegségben szenvedő emberek lesznek súlyos betegek, és sajnos a halálos áldozatok nagy része is közülük kerül ki. Az új fertőzötteket hol ápolják otthon, vagy van, aki kórházba került közülük? Ugye a járvány elején szinte valamennyien kórházban voltak, ám ahogy ugye ez a járvány kezd kibontakozni, látni kell, hogy az enyhe vagy szinte tünetmentes emberek otthon is gyógyulhatnak. Ilyenkor néhány hét alatt a láz, a köhögés, az összes tünetük szépen lassan otthon elmúlik, és mindenhol a világon ezt így csinálják. A kórházban csak a súlyos, sokszor életveszélyes állapotú betegeket kell kezelni, és sajnos ők azok, akik közül olyan 10-15 százalék nagyon gyakran gépi lélegeztetésre szorul. Ezek szerint ez a tapasztalat, hogy az, akinek mondjuk enyhék a tünetei, ott is kell azért több hét ahhoz, hogy meggyógyuljon, megszűnjenek a tünetek? Valóban ugye meg kell különböztetnünk a klinikai gyógyulást a virológiai gyógyulástól. Ennél a vírusnál figyelték azt meg, hogy sokszor a teljesen jó állapotú, már gyógyult betegek szervezetében a vírus még kimutatható. Ezt mi is így csináljuk, tehát ha egy beteg három napja láztalan jól van, a szervezetében nem mutatható ki a koronavírus, még akkor is egy kéthetes otthoni karantén rendelünk el, hiszen így állapítható meg teljes bizonyossággal, hogy ő már nem fertőz tovább, az ő szervezetében a vírus nem mutatható ki. Ugye vírusról beszélünk, tehát itt ugyanúgy érvényes ennek a kezelésére is az, ami a többi vírusra, tehát tüneti kezelést alkalmaznak igen, illetve tapasztalati szempontból, amit Kínában és más országokban megfigyeltek, vannak olyan gyógyszerek, amelyek ennek a betegségnek a súlyossága, hogy mondjam, enyhíthető, vagy esetleg a súlyos szövődmények megelőzhetőek. Ezeket a gyógyszereket mi is alkalmazunk Magyarországon. Ezek különböző malária elleni készítmények, antibiotikumok, és már korábban ismert más vírus elleni, vírus ellenes készítmények. Ezek kombinációjával úgy tűnik Magyarországon is sikerül a súlyosabb szövődményeknek a számát csökkenteni. A betegek 30-40 ánál mi is alkalmazunk ilyen gyógyszereket, amelyek a korábbi tapasztalatok alapján úgy tűnik, hogy hatékonyak lehetnek. Valódi vírusellenes, koronavírusellenes gyógyszer egyelőre a világon csak kísérleti stádiumban van. Ha már említette a különböző eddig ismert hatóanyagokat, itt van ugye a hidroxiklorokin, amelyről azt ó, lehetett olvasni a sajtóban, hogy más gyógyszerekkel együtt nagyon jó eredményeket értek el vele a koronavírusos betegeknek a gyógyításában. Ezt itthon is próbálkoznak, ezzel alkalmazzák? Így van, és nem sokára még nagyobb mértékben előrehetővé válik Magyarországon is ez a szer. Ez egy korábban ismert malária ellen egy szernek, a klorokvinnak egy, egy, változ, egy apró változtatással előállított molekulája. Úgy tűnik, hogy sokkal kevesebb mellékhatással rendelkezik, mint a korábbi molekula, egyszerűbb alkalmazni. Idős beteg embereknél nagyon fontos az, hogy a szívet kevésbé terheli meg, és igazából egy enyhe mellékhatásokkal rendelkező szer alkalmazzuk már mi is, és valóban úgy tűnik, hogy egy biztonságos szer. A klinikai hasznáról egyelőre nincsenek adatok, de remélem nem sokára erről is beszámolhatunk. Ez az a gyógyszer, ugye, aminek az alapanyagából nagyon nagy mennyiségű alapanyag áll rendelkezésre Magyarországon. Így van, viszont a gyógyszer Magyarországon egyre nem törzskönyvezet, úgyhogy meg kell várni a hatósági engedélyeket. De ilyenkor az Országos Gyógyszerészeti Intézet nagyon gyorsan megadja az engedélyeket arra, hogy ezt a szert más indikációban is használjuk, hiszen ezek, ezek a malária elleni szerek malária ellen már jól ismertek, általában az indikációt kell kibővíteni, azt hogy most egy vírus ellen alkalmazzuk, de hangsúlyozom, ezek a engedélyek bizonyos esetekben megvannak, és ezt mi ezeket a szereket alkalmazzuk is a betegeknél. Hiszen ez az, amit egyelőre tudunk tenni, és ez az, amivel remélem megakadályozzuk nagyon sok súlyos esetnek a kialakulását. Főorvos úr említette, hogy ugye az idős beteg embereknél az alapbetegség adott gyógyszerekkel is össze kell hangolni azokat a terápiákat, amiket kapnak koronavírus ellen. Ez mennyire nehéz? Valóban a betegek nagy része, a halottaknál szinte pedig mind, kizárólag mindenki sok más betegségben szenved, cukorbetegségben, magas vérnyomásban, szívbetegségben, tehát minden olyan betegségben, ami ellen nagyon sok gyógyszert szednek. Ugye az idős beteg emberek sokszor 10-15 féle gyógyszert is szednek, és nagyon pontosan kell kiválogatni azokat a szereket, amik mi a koronavírus fertőzésre tudunk adni. pláne hogyha az illető intenzív osztályon fekszik, hiszen a gépi lélegeztetéshez is számtalan gyógyszert kell kapniuk. Ez egy, ez egy, ez egy borzasztó, bonyolult munka, de megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy ezek a betegek ne, ne kerüljenek sős állapotba, és pláne ne haljanak meg. A kormány és a szakemberek nagyon sokszor hangsúlyozzák, hogy az a cél, hogy a járvány görbe ugye úgy, úgy mond ellaposodjon, tehát ne legyen egy kiugró, magas fertőzöttségi szám, ez ne zuhanjon rá az egészségügyre, hogy biztonságos maradhasson az ellátás. Ön hogy látja? Mi is ugye figyeljük az adatokat minden nap, hány új fertőzött van. Ön hogy látja, mennyire sikerül ellaposítani ezt a járvány görbét? Egyelőre úgy tűnik, hogy sikerül. Ez valószínűleg a korán meghozott korlátozó intézkedéseknek hatására történt így. Látható, hogy nagyon sok európai országban szinte berobbant a megbetegedés, és hihetetlen terhet ró az egészségügyi ellátórendszerre. Magyarországon ez egyelőre még nem látható, hogy az esetek száma ilyen drámaian emelkedjen. Én is úgy gondolom, hogy az ellapított görbe lehet, hogy egy picikét tovább fog tartani, de egyértelműen így lehet megakadályozni azt, hogy az egészségügy úgymond az ellátórendszer túlcsorduljon egyelőre még ez az esetszám és ez a halálozási szám semmiképpen nem terheli meg a magyar egészségügyet. Főorvos úrnak nagyon szépen köszönjük további, nagyon jó munkát kívánunk. És köszönöm.